Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ezzel a videóval már régóta adósotok vagyok, ugyanis ez a gép már régóta megvan, még a Rocco Schiller ilyen kocsikat cseréltem el rá nyáron. Tegnap már tettem fel róla egy demo videót, ez nem más lesz, mint a Pico új laminátkája, meg hozzá a CD kargós. Ugye ez 51385-ös cikk számú, gyárilag hangos gép lesz. Tehát ilyen lenne a doboz, ugye ez a jól megszokott új Pico Expert doboz lesz. Itt találhatjuk benne a modellt. Ez a csomagolás egyébként nagyon tetszik, ezt már többször is elmondtam. Úgyhogy ez kifejezetten erős. És tutira megvédi a modellünket. Lássuk is, hogy akkor mit rejt a doboz. Milyen szokásos módon ezt a kis előplexit le kell róla húzni. Itt találhatjuk fönt az zacskóba az összes kiegészítőt, amely nagyon jó pont a gyártónak, ugyanis volt az előző laminátka, az S499-es, annak gyárilag a lépcsői rajta voltak a modellem, viszont ugye ez egy eléggé sérülékeny része volt, nagyon könnyen le tudott törni, úgyhogy ezt most már külön találhatjuk meg a kiegészítők között. Ennek külön örülök, mert így legalább nem sérül meg. Ugye a modell az nagyon durván ki van dolgozva. Remélhetőleg a szili is hasonló lesz. Amit még kiemelnék ennél a doboznál, ez az új talprész, ami ugye két kis bakon ül fent rajta a mozdony. Tehát ez totál a helyén tartja, úgyhogy még véletlenül sem tud elmozogni. Illetve akár ezen a vitrínbe is ki lehet rakni a modellt, úgyhogy külön jó dolog. No, de hát akkor nézzük meg át a gépet. Maga a kidolgozottsága az valami eszméletlen. Próbálom mutatni nektek. Tehát maga az alváz, a forgóváz, az kegyetlen jól eltalálta a gyártó. Úgyhogy tényleg most az új Pico modellek előtt le a kalappal, nagyon összeszedték magukat. Így néz ki a gép. Próbálom mutatni az egyik oldalát, és a másikat. Na most ugye, mivel mondtam, hogy gyárilag hangos, így most meg fogjuk nézni, hogy mit rejt a gépnek a belseje. Kíváncsi vagyok, hogy milyen hangszorú, illetve milyen dekóder található benne. Most le tudjátok venni a mozdony szekrényt, kettő csavart kell eltávolítani a gép aljából. Az egyik az itt található, a másik pedig a másik oldalon. Ezeket ki kell csavarni, és akkor utána, ha minden igaz, akkor le tudjátok emelni magát a mozdonyszekrényt. És már is elénk tárul a mozdony belseje, ami szintén nagyon jól meg van csinálva. Ugye látjátok, van benne géptér imitáció. Ilyen a másik oldalon. És akkor itt van a gépnek a belseje. Ugye itt található benne a gyári Pico hangdekóder, illetve itt van benne a hangszóró egy elég méretes hangvödörben. Ugye rendelkezik a gépünk géptérvilágítással, illetve itt a két forgóváznál is világít. Aztán ezen kívül van benne fülkevilágítás, illetve a fülkében lévő műszereket is, amint felkapcsoljátok rajta a világítást, a műszerek is világítanak. Tehát nagyjából úgy, mint egy SU gépnél. Ugye ilyen belülről maga a mozdonyszekrény, itt vannak benne a különböző fényvezetők, amik által ugye megvilágítják a különböző dolgokat. Úgyhogy ez is marha jó meg van csinálva, remélem, hogy a szilinél is lesz ilyen. Mert
tényleg iszonyatosan jó. Ugye a motor az itt található az alaplap alatt, feltételezem, hogy dual end kerekes, bár nem biztos, úgyhogy ezt megnézzük. Illetve ugye a doboz tartalmazott még egy leírás pakkot, amire azért lesz szükségünk, mert ugye ennek a gépnek gyárilag vannak funkciói, tehát van funkciói is, úgyhogy ezek ide vannak felsorolva, hogy melyik gombkombinációra mit tudom oda. Tehát ez lesz az. És itt vannak a különböző CV értékek, gyárilag mire van állítva, illetve hát miket lehet még változtatni rajta. Aztán kapunk hozzá egy használatú mutatót. Látom, hogy a magyar nyelven nincsen. Ugye a szokásos kis prospektus. Itt a dekóderről még egy leírás, az német nyelven van. És erre voltam kíváncsi, ez pedig a, ugye a, az összes alkatrészt tartalmazza, illetve a szerelési utasítást, hogy hogyan kell karbantartani, hogyan kell szétszedni, és itt van minden, az összes alkatrésze felsorolva. Na igen, jól gondoltam, tehát dual end kerekes maga a modell. Egyébként eléggé tetemes súlya van, úgyhogy iszonyat jó vonóereje lehet. És ez megint külön tetszik, hogy gyakorlatilag az összes apró pici alkatrészt, ha valami véletlenül letörne, akkor azt mindet külön meg lehet rendelni hozzá. Akkor lássuk a mozdony alapfunkcióit. Az F0-al kapcsoljátok a világítást. Ez menetirány szerint változik fehér, illetve vörös színben. Az F1-el indítjátok a idézőjelben motort. Az F2 a kül. Az F3-mal lehet felkapcsolni a forgóvázaknál lévő világítást. Ez most igazán látszik a videón szerintem, de talán látszott. Az F4 a fülkefény, az egyik oldalon, illetve az F5 a másik oldalon. Az F6-tal lehet felkapcsolni a géptérvilágítást. Az F7 a tolatófény. Az F9-zel lehet lekapcsolni a vörös zárfényt, az F10-zel pedig az első menetfényt. Az F11-en lehet változtatni a hangerőt. Az F12 a némítás. Az F13 a síp. Az F14 a ablaktörlő. F15 a segédkompresszor. F16 a főkompresszor. F17 a ventilátor.
F-19 a pantográf. F-20 a rádió. F-21 is rádió. F-22 kabinajtó. Illetve bocsánat, kabin ablak. Az F-23 az ajtó. F-24 a géptér ajtó. Illetve van még az F-25 a kuplung, és F-26-tal, illetve F-27-tel lehet a sínzajt, illetve a kerék kattogást bekapcsolni, és van még az F-28, az pedig a homokolás. Úgyhogy ennyi lenne a mozdony összes funkciója. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, és dobjatok le egy lájkot. Sziasztok!